Már a harmadik percben megszerezte a vezetést a vendégzala Szentgrót a hévízi pályán. Ferenc Dávid talált a hévízi kapuba. A nagy lendülettel kezdő vendégek ezután is uralták a mérkőzést. Egyértelmű fölényük a 19. percben érett újabb góllá, ezúttal Gájer Péter lőtt Kis János kapujába 2-0. A félidő második felében a Hévíz kicsit magára talált, s helyenként kiegyenlítetté tudta tenni a találkozót a mezőnyben, ám a kapura kevés veszélyt jelentett a hazai csapat. A második félidőre mindkét edzőt cserélt, és ez a hazaiaknál jött be jobban. A félidőben beállt Filó Benedek a második játékrész 10. percében szemfüles gólt lőtt a vendégkapuba, 2-1-re módosítva az állást. A feléledő hévízi reményeket a mérkőzés 59. percében oltotta le az Alaszentgrót, mezőnyjáték közben Iberhard Kristóf 21 méterről váratlanul lövésre szánta el magát, s a labda a hévízi hálóba vágódott. A 3-1-es vezetés tudatában a vendégek kissé mérsékelték a tempót, ám mezőnyfülényük megmaradt. 20 percet kellett várni az újabb gólra, ekkor ismét Iberhard volt eredményes, csak nem ugyanarról a helyről, ahonnan első gólját szerezte, ezúttal állóhelyből lőtt hatalmas felső kapufát is érintő gólt. 10 perc volt hátra a mérkőzésből, s már-már mindenki elkönyvelte a 4-1-es végeredményt, ám a Hévíz dicséretére legyen mondva, a hazaiak még ekkor is próbálkoztak. A 84. percben Filó harcosan megtartott egy labdát, majd a kifutó vendégkapus Tóth Zsolt mellett lehelet finom boka mozdulattal elpörgette azt a bal alsó sarokba, beállítva ezzel a 4-2-es végeredményt. A helyezésekben megmutatkozó különbség a pályán is megnyilvánult a két csapat között. A fizikai fölényben is lévő vendégek nem engedték kibontakozni a Hévíz játékát. Ezzel együtt a vereség ellenére is elismerés illeti a hazai gárdát, mert a leghátrányosabb helyzetben is megpróbáltak ellenállni, támadni, és amikor ez sikerült, igazán élvezetes mérkőzést láthattak a nézők. Összességében elmondható, az Alaszentgrót megérdemelten győzött a néha harcos Hévíz ellen.